Játék a véletlennel, gyakorlás. Oldjuk meg a tankönyv 64. oldalán a hármas feladatot. Eddigi programjainkban egymást követő egész számok közül kellett véletlenszerűen választani valamelyiket. A programok írása során ennél bonyolultabb esetek is előfordulhatnak. Ezeket próbáljuk meg visszavezetni az egymást követő számokra. Lássuk az A kérdést. Ha 5-től 100-ig szeretnénk 5-tel osztható számot választani, akkor vegyük észre, hogy 1-től 20-ig a számokat 5-tel szorozva éppen a kívánt értékeket kapjuk meg. A véletlen szám generátorral tehát 1-től 20-ig választunk egy számot, és a kapott értéket megszorozzuk 5-tel. Írjuk meg a programot. Indítsuk el a Visual Studio-t, és hozzunk létre egy új projektet Vélszám néven. Helyezzünk el az űrlapon egy parancsgombot és egy címkét. A forráskódban a véletlen számok generálásához deklarálunk egy vélszám nevű, random típusú változót, és a new operátorral a deklarálásnál létre is hozzuk az objektumot. A parancsgomb eseménykezelőjében választunk egy véletlen számot, és mindjárt ki is írjuk a címkére. Ahogy megbeszéltük, 1-től 20-ig választunk számot, az első argumentum tehát 1, a második viszont egyel nagyobb, mint a maximális érték, 21. Ezt még meg kell szorozni 5-tel, hogy a kívánt értékeket kapjuk meg. Próbáljuk ki a programot. Ha kattintgatok a parancsgombra, 5-tel osztható számokat kapok 5-től 100-ig. Bezárom a programot. A hármas feladat többi kérdését először próbáld meg önállóan megoldani. Állítsd le a videót, mert a folytatásban megbeszéljük a megoldásokat. Folytathatjuk? Remélem sikerült. 2 tized, 4 tized, 6 tized, 8 tized. Vegyük észre, hogy ezek 2-től 8-ig éppen a páros számok tizedrészei. Válasszunk tehát 1-től 4-ig egy egész számot, szorozzuk meg 2-vel, így 2-től 8-ig kapunk páros számokat, ezeket osszuk el 10-zel. Így jutunk el a kívánt eredményhez. Az 1, 10, 100, 1000 éppen a 10 egymást követő 4 hatványa 0 kitevővel kezdve. 10 a nulladikon 1, 10 az elsőn az 10, 10 a másodikon 100, 10 a harmadikon pedig éppen 1000. 0-tól 3-ig kell tehát választani egy véletlen számot, és a 10-et ennyiedik hatványra emelni. A D feladat már egy kicsit több ötletet igényel. Ne feledjük el, hogy a next metódus a megadott intervallumból egymást követő egész számok közül választ véletlenszerűen egy értéket. Kezdjük tehát 20-szal. 20-tól 30-ig éppen megfelel a választott szám. A következő intervallumhoz 50-től 60-ig, a következő 11 számból indulunk ki. Ha 31-től 41-ig kaptunk egy értéket, az éppen 19-el kevesebb, mint ami kéne, tehát hozzáadunk 19-et. Az utolsó sorozat 80-tól 90-ig megint 11 szám, folytatjuk tehát 41 fölött 42-től 52-ig. Ezek éppen 38-al kisebbek, mint a kívánt értékek, a véletlenszerűen választott számhoz tehát hozzáadunk 38-at. Vagyis 20-tól 52-ig kell egy véletlen számot választani, és ha szükséges,
az itt bemutatott módon megnövelni. Talán célszerű megbeszélnünk a mondatszerű leírást is. A véletlen szám választásához vezessünk be egy változót, amelynek adjunk értéket. Mint említettem, 20-tól 52-ig választunk egy véletlen számot. Vigyázz, a Visual Basic-ben a második argum legyen egyel nagyobb, azaz 53. Ha ez a 20-tól 30-ig terjedő intervallumba esik, azaz kisebb, mint 31, akkor meg is van az eredmény. Egyébként, tehát hogyha legalább 31, de nem éri el az utolsó intervallum kezdőszámát, azaz kisebb, mint 42, akkor hozzáadunk 19-et. A 19-el nagyobb értéket írjuk ki. Végül, ha egyik eset sem teljesül, azaz legalább 42-t kaptunk, akkor 38-at adunk hozzá, és ezt jelenítjük meg. Remélem, a B és C esetnél az elmondottak alapján önállóan is meg tudod írni a programot, a D eset kódolását bemutatom. Térjünk tehát vissza a Visual Studiohoz, de nem készítünk új projektet, az előzőt folytatjuk. Az előző választást, hogy ne zavarjon a kiírás, megjegyzésbe teszem. Deklaráljunk tehát egy mondjuk X-el jelölt egész számot. Válasszunk véletlenszerűen értéket, a 20, 53 argumentumokkal. Következik a többágú szelekció. Ha az X értéke kisebb, mint 31, akkor megjelenítjük. Egyébként, ha értéke kisebb, mint 42, akkor egy 19-el nagyobb számot írunk ki. Végül, ha eddig egyik eset sem teljesült, tehát az X legalább 42, akkor 38-at adunk hozzá. Próbáljuk ki a programot. Bár ilyen módon csak sok kattintással lenne ellenőrizhető, azért látszik, hogy csak a megadott intervallumokból kapunk értékeket. Bezárom a programot. Az E kérdésre remélem önállóan is tudtál válaszolni, de az F sem nehéz. Itt csupán két értéket kell választanunk, legyen ez mondjuk a 0 vagy az 1. Ha az 1 került sorra, az éppen megfelel, a 0 esetén viszont írjunk ki mínusz 1-et. Így a kapott érték plusz 1 vagy mínusz 1 lesz. Bővítsük ki egy kicsit a feladatot. Fej vagy írás játékot játszunk, tehát most nem számot kéne megjeleníteni. A véletlen számgenerátorunk számokat választ. Kétféle esetre van szükségünk, válasszunk például egyet vagy kettőt, vigyázat, Visual Basic-ben maximális értékként egyel nagyobbat, hármat kell beírni az argumentum helyére. Az X tehát egy vagy kettő. Ha egy, akkor ezt tekintsük fejnek, egyébként, tehát ha kettő, akkor legyen írás. Végül térjünk vissza a dobókockához, de szeretnénk, ha sokszor lenne hatos dobásunk. Válasszunk például 1-től 10-ig egy véletlen számot. Ha 1-től 6-ig terjedő érték jött ki, az pont megfelel egy kockadobásnak. 6 fölött azonban bármelyik szám esetén vegyük úgy, mintha 6-os dobtunk volna. Ez azt jelenti, hogy 1-től 10-ig, azaz 10 esetből 5-ször lesz 6-osunk, a dobásoknak átlagosan a fele lesz 6-os. Néha egy társasjátékban bizony jól jönne egy ilyen dobókocka. Az elmondottak alapján írd meg az összes választáshoz a programot. Még mielőtt rátérnénk a következő feladatra, bezárom a projektet.
Oldjuk meg a tankönyv 64. oldalán a hetes feladatot. Készítsünk egy új projektet Taylor névem. Vegyünk fel egy parancsgombot, egy képdobozt, és szükségünk lesz egy időzítőre is. Válasszunk 300x300 pixeles tartományt Taylor mozgásához, mivel a kép mérete körülbelül 40x70 pixel, ezért az ablak méretét a size tulajdonságnál 340x370 pixelre állítjuk. A két szám közé pontos veszőt kell írni. A képdobozba helyezzük el Taylor rajzát, melyet a forrás fájlok között találunk. A méretezési módot a szokásos módon Auto Size-ra állítjuk. Mivel a képdoboz pozíciója a téglalap bal felső csúcsát jelenti, ezért Taylor kezdőhelyzetét, azaz a Location tulajdonságot 150-re állítjuk az ablak bal szélétől és a tetejétől is. A következő feladat miatt, hogy könnyebben tájékozódhassunk, a képdoboz Taylorról nevezzük el. Lássuk az eseménykezelőket. A képdoboz helyzetét a bal és a fent változóval tartjuk nyilván. A léptetéshez, a véletlen számgeneráláshoz pedig a lép változót deklaráljuk. Szükségünk van még egy véletlen számobjektumra, amit a deklarációval létre is hozunk. A parancsgomb eseménykezelőjében beállítjuk a kezdő pozíciót, ha esetleg már elmozdult volna, és áthelyezzük a képet. Az ablak bal szélétől a left tulajdonság, a tetejétől pedig a top tulajdonság adja meg a pixelben mért távolságot. Beállítjuk az időzítő intervallumát, legyen 1/10 másodperc, azaz 100/1000 másodperc, és a parancsgombra kattintás indítsa is a mozgást. A léptetést a timer tick esemény kezelőjében végezzük. A lép változó értékét -1-től +1-ig véletlenszerűen választjuk. Majd hozzáadjuk a megfelelő változóhoz. Ha a lép -1, akkor a bal 1-el csökken, tehát balra lép, a fent 1-el csökken, tehát felfelé lép. Ha a lép +1, akkor a bal 1-el nő, tehát jobbra lép, a fent 1-el nő, tehát lefelé lép. Az is előfordulhat, hogy ha valamelyik értéknél 0 lesz a véletlen szám, akkor ez a pozíció nem változik. Választunk tehát egy véletlen számot, -1 és +1 között. A Visual Basic-nél, mint tudjuk, egyel nagyobb értéket kell megadni felső határként. Ezt a véletlen számot hozzáadjuk a bal változóhoz, és ugyanezt a folyamatot megismételjük a fent változóval is. Taylor pozícióját a változóknak megfelelően módosítjuk. Ha így kipróbálnád a programot, akkor láthatnád, hogy Taylor túl kicsiket lép. Ezért növeljük meg
az elmozdulás mértékét mondjuk ötszörösére. Ahelyett, hogy a véletlen számot megszoroznám öttel, bevezetünk egy konstanst. Ennek a segítségével könnyen tudjuk módosítani a szorzó tényező értékét, amit jelöljünk n-nel. Először tehát, mint említettem, 5-nek választjuk. A véletlen számot ezzel az n-nel szorozzuk meg. A bal, illetve a fent változó meghatározása előtt, az értékadó utasításokban. Láthatjuk a konstans alkalmazásának a következményét, a továbbiakban a léptetés mértékének a módosításához elegendő a forráskód elején megváltoztatni az értéket, és ahol csak hivatkozunk rá, mindenhol változni fog. Megjegyzem, a lefordított programban itt és itt az N helyére a fordítóprogram már a deklarációban megadott értéket írja be. Ebben különbözik például egy konstans egy változótól. Változó használata esetén a program futása során le kéne kérni az értékét a memóriából. Még mielőtt futtatnánk a programot, akadályozzuk meg, hogy Taylor elhagyhassa az ablakot. Ha a bal változó túllépné a 300 pixelt, akkor visszaállítjuk 300-ra. Illetve, ha negatív érték lenne, akkor pedig nullázzuk. Tehát sem jobbra, sem balra nem léphet ki az ablak területéről. Ugyanezeket a vizsgálatokat a fent változóval is el kell végezni. Igyekszem gyorsítani a munkát kijelöléssel és másolással. Gondold meg, hogy miért választottunk többágú szelekciót egy változó vizsgálatánál, és miért használtunk egy másik elágazást a másik változónál. Nem folytathattuk volna a fent változóval ezt a többágú szelekciót? Próbáljuk ki a programot. Éme Taylor bolyong az ablakban. Te várd meg, mi történik, ha véletlenül eljut az egyik széléhez, én most bezárom a programot. A tankönyv feladata kéri, hogy egy címkén jelezzük az indulási helytől mért távolságot. Ennek meghatározását és kiírását rád bízom. Oldjuk meg a tankönyv 64. oldalán a 8-as feladatot. Én most nem készítek új projektet, ezt a programot bővítem Mérivel. Átváltok tervezőnézetbe, Taylor kissé odébb rakjuk, hogy legyen helye Mérinek, az ablak bal szélétől mért távolságát 150 helyett 100-nak választjuk. Fölveszünk egy újabb képdobozt, elhelyezzük benne Méri rajzát, amit szintén a forrásfájlok között találunk. A méretezési mód legyen autosize. Helyzete pedig 200 és 150. Ennek a képdoboznak is megváltoztatjuk a nevét. Elnevezzük Mériről. Próbáljuk meg minél kevesebb munkával módosítani a forráskódot. Nyilván Mérinél is szükségünk lesz egy N, egy bal és egy fent nevű változóra. Ezért először a már deklarált változókat kiegészítjük Taylor nevével. Jobb egérkattintás, átnevezés, kattintok az N elé,
és beírom Taylort. Enter! Megtörtént az átnevezés az egész forráskódban. Ugyanígy a bal változónál, illetve a fent változónál is. A deklarációkat lemásolom még egy példányban, és itt csak kézzel írom át Taylort Maryre. Egy csomó piros aláhúzás jelent meg. A hiba üzenet egyébként azt jelzi, hogy ugyanazon a néven nem szabad kétszer deklarálni egy változót. Amint átírjuk a neveket, megszűnnek az aláhúzások. Az utasítások ismétlését és módosítását először a rövidebb klik esemény kezelőn mutatom be. Ne felejtsük el, hogy Taylort az ablak bal szélétől 100 pixelre állítottuk. Lemásolom az értékadó utasításokat a vágólapra, Ctrl-C, majd Ctrl-V-vel beillesztem a forráskódba. Most nem használhatjuk a változók átnevezését, mert az a teljes forráskódra vonatkozik. Kijelölöm az értékadó utasításokat, és lényegében a szövegszerkesztőknél megismert módon lecseréljük a kijelölt részben Taylort Maryre. Kiválasztom a szerkesztés Edit menüből a keresés és helyettesítést. Számunkra most elegendő ennek a gyors módja. Taylort lecseréljük Maryre. Az első ikonnal egyesével, a másodikonnal egyszerre az egészet. Már is kész. Nem zárom be a helyettesítés ablakot, mert még szükségem lesz rá. Ugyanezt a folyamatot elvégezzük a tick esemény kezelő kissé hosszabb forráskódjával is. Hogy jobban átlássuk a tennivalókat, a módosítást, bezárom az output ablakot, erre most úgy sincs szükségünk. Kijelölöm tehát az összes utasítást, Ctrl-C, készítek új sort, Ctrl-V, az újonnan beillesztett utasításokat kijelölöm, és elegendő rákattintani az összes cseréje ikonra. Már is Maryre vonatkoznak. Még egy dolgot ne felejtsünk el, a klik esemény kezelőben Mary kezdő pozíciója az ablak bal szélétől 200 pixelre volt. Most már bezárom a keresés és csere ablakot, mert nem lesz rá szükségünk. Próbáljuk ki, mit műveltünk. Elindítom a programot. Kattintok a parancsgombra, Mary és Taylor is elkezdenek táncolni. Leállítom a programot. Módosítsuk egy kicsit a mozgást. Taylor lépjen kétszer akkorát, mint Mary, de mozogjon lomhábban, mondjuk amíg Mary kettőt lép, Taylor csak egyet. A léptetés mértékét nagyon könnyen megváltoztathatjuk, a Taylor-en konstans 5 helyett legyen 10. Ezzel elértük, hogy kétszer akkorát 10 pixelt lép viszintesen vagy függőlegesen. A lomháb mozgást egy logikai változó bevezetésével érjük el. A logikai változók egy 19. századi angol matematikusról, George Boole-ról kapták a nevüket, aki, ha nem is a számítógépeknél, de a matematikában bevezette a logikai műveleteket. Deklarálunk tehát egy kimarad nevű boolean típusú változót. Ennek értéke legyen igaz, ha Taylor éppen kimarad a léptetésből, és legyen hamis, ha nem marad ki, azaz lép. Először ne maradjon ki, léptessük őt is, tehát a klik eseménykezelőben a kimarad változó kezdőértékét
false-ra állítjuk. Vigyázat, a false egy konkrét érték, nem string, ezért nem szabad idézőjelek közé írni. A TIC eseménykezelőben a Taylor léptetését végző utasításokat egy feltételes elágazásba tesszük. Ha kimarad, azaz a kimarad változó értéket true, akkor nem fogjuk léptetni, ide mindjárt visszatérek, egyébként pedig léptetjük. Ez azt jelenti, hogy az eddig utasításokat az egyébként ágba kell áthelyezni. Vigyázat, ez csak Taylor léptetésére vonatkozik. Ha léptettük, akkor a kimarad értéke legyen true, hogy a következő eseménykezelésnél maradjon a helyén. Ezért, ha true, akkor visszaállítjuk false-ra, így megint lépni fog. Gondold át alaposan ezt a logikát. A mérire vonatkozó utasítások persze nem változnak. Próbáljuk ki a programot. Kattintással indítom a mozgást, jól megfigyelhető, hogy Taylor sokkal lomhábban, ritkábban lépked. Bezárom a programot. Logikai változókkal még sokszor találkozunk, de már most megjegyzem, hogy a feltételes elágazás feltételeként egyetlen logikai változó is megadható, hiszen értéke vagy igaz, vagy hamis. Ezért fölösleges megkérdezni, hogy egyenlő-e true-val, ez a vizsgálat egyenértékű az előző kóddal. Megjegyzésként azért odaírom, hogy lássuk. Nagyon szemléletes a jelentése, ha kimarad, akkor. Ha mégis úgy gondolod, hogy neked így kifejezőbb, nyugodtan használd ezt az alakot. Ez a két feladat ízelítőt nyújtott a számítógépek szimuláció világából. Sokszor nincs módunk, időnk, pénzünk a ténylegesen lezajló folyamatok tanulmányozására, ilyenkor a valóságos rendszert egy egyszerűsített számítógépes modell segítségével utánozzuk. A levegőben táncoló porszemek bolyongásának tanulmányozásával például megbecsülhetjük az atomok vagy molekulák méretét. Albert Einstein többek között ezért kapott Nobel-díjat. A számítógépes szimulációról tankönyvünk második kötetében találsz további információt. A Programozási Ismeretek Haladóknak című könyvet a Műszaki Könyv kiadónál rendelheted meg. Befejezésül bezárom a projektet.